Köszöntöm Dobos Jánost ezúttal is Skype-on, így egyszerű mindkettőnk számára, és a mai energiaválságos időkben talán jobb is, ha nem forszírozzuk a más változatokat. A mai beszélgetésünk apropóját tulajdonképpen azt szolgáltatta, persze sok minden másról beszélgethetünk még, hogy úgy tudom félrekezeltek egy pszichiátriai beteget, hát nyilván többet is, de ne legyünk rosszmájúak, és ő perbe fogta a kezelő orvosát, mi több ezt a pert meg is nyerte. Mondan erről a részletéről néhány dolgot? Természetesen, ugye ez egy olyan ügy, ami pontosan belepasszol abba, hát profilba, ha lehet ilyet mondani, amivel a mi alapítványunk foglalkozik, nevezetesen, hogy jogsegélyt nyújt olyan emberek számára, akik a pszichiátrián szenvedtek valamilyen jogsérelmet, jogsértést, és hát ez bizony egy ilyen ügy, ami hát most már jó néhány évre nyúlik vissza, és tulajdonképpen a történet az onnan indult, hogy egy családról van szó, egy családfőről, egy jól menő, sikeres vállalkozásról, vállalkozóról, aki egy jól menő, pörgős vállalkozás működtet, autókereskedőként dolgozott. Hozta-vitte az autókat külföldre Magyarországra, és aztán egy idő után kimerült, illetve kezdett magán érezni olyan tüneteket, amik nem voltak optimálisak, és emiatt kerültek aztán el pszichiáterhez. Ahol neki fölírtak egy olyan szert, gyógyszert, csak hát nem biztos, hogy ez a jó szó, amit arra kapott, ugye, hogy ezt az állapotot nála kezelje. Csak hogy az Bocsánat, állapota... hogy közbevágok, de ugye amerikai filmekből tudjuk, hogy az amerikai többsége talán mondhatjuk pszichológushoz jár. Tehát nem lehetne megelőzni az ilyen eseteket, most nem akarom a dolgok elébe menni, azzal, hogy az ember érez magában bizonyos bizonytalanságot, vagy pszichés romlást, vagy mentális bizonytalanságot, hogy pszichológushoz kezd járni, és akkor nem kerül egy terapeutához, vagy orvoshoz. Hát, vagy inkább mondhatnám úgy, hogy kapjon valami olyan segítséget, ami nem azonnal egy gyógyszerszedés, hanem egy beszélgetés, egy valami, ami az embernek tényleg a lelki világával foglalkozik. Most egy pszichológus vagy sem, néha egy jó baráti beszélgetés is megteszi, vagy egy törődő társ. De valóban, valóban ugye nem okvetlenül a kellene rögtön gyógyszerszedésre beleugrani. Ebben az esetben valahogyan ez mégis úgy jött ki, hogy a férfinek fölírtak egy szert, aki aztán elkezdte ezt szedni. Csak hogy az állapota nem javult ettől, ráadásul ezt a szert úgy szedte, hogy a kezelőorvos, aki fölírta, nem kontrollálta azt, hogy a férfinek a szervezetében ez a szer mit okoz. Annyit tudni kell, hogy ez egy olyan pszichiátriai szer, amelynél kifejezetten előírás, orvosi előírás, hogy ennek a szernek ellenőrizni kell a vérben meglévő szintjét, mert ugyanis ez hajlamos arra, hogy fölgyűljön a szervezetben, felgyűljön a vérben, és akkor onnantól kezdve toxikussá válik, tehát mérgező hatásokat okoz. És ellenőrizték ezt a szintet, vagy ez kimaradt? Az egész, hát azt mondom, hogy kalamajka nem jó szó, de az egész ügy, az egész szomorú ügy abból adódik, hogy ezt nem tették meg. Hozzá kell tennem, hogy nem ez volt az első olyan ügyünk, ahol pontosan ugyanezzel találkoztunk. Ugyanezt a szert adagolták valakinek, nem ellenőrizték a vérben a szintjét, és kis hiány belehalt az illető, és ez egy olyan ügy volt, ahol legelőször találkoztunk ilyennel, ami egyébként Veszprémben történt, és ebből egy komoly büntető ügy lett, aztán ahol el is ítélték a pszichiátert, aki kis hiány megölte a páciensét. Most ez egy szinte kísértetiesen ugyanolyan ügy, azt leszámítva, hogy az első esetben ez egy idős hölgy volt, most viszont egy jól menő vállalkozóról van szó, aki gyakorlatilag oly mértékben szenvedett károsodást ennek a szernek a mérgezővé válásától, hogy az élete teljes egészében lerombolódott, a teste kis hiány meghalt, és olyan szinten lebénult, hogy szinte előről kellett kezdenie az életét onnantól. Tulajdonképpen a fiziológiájára is gyakorolt hatást ez a szer, nem csak a fizikai állapotára, ezt így kell érteni? Tehát fizikailag is leromlott tényleg? Hát hogyne, minden szinten gyakorlatilag, testileg annyira, hogy újra kellett tanulnia járni, újra kellett tanulnia beszélni. Ténylegesen a halál küszöbére sodródott, és még ma is csak úgy tud, most már úgy, ahogy működni,
hogy folyamatosan tornáztatnia kell a testét, nehogy visszaessen. A beszéde most már nagyjából érthető, de egyébként annyira lelomlott ez a képessége is, hogy nem lehetett érteni, hogy mit mond, gyakorlatilag nem tudott beszélni. És egy ennek csomó nem minden... voltak előjelei? Tehát nem egy folyamat vezetett ide, hanem hirtelen romlott az állapota? Tehát de, hogy nem, mert... pszichiáter nem tudhatta, hogy itt valami gond van, nem kapott jelzést erre? Hát... Vagy másra fogta? Igen, ugye az ember hajlamos bízni az orvosban, ha már elment hozzá, és felírtak neki egy gyógyszert, akkor szedi, és akkor hát jó, valami nem stimmel, jó, de majd biztos jobb lesz, stb. És ugye ez egy folyamat volt, de aztán a végén már ez annyira leromlott, hogy már nem lehetett visszafordítani, legalábbis már nem volt a dolog ugye önmagában azzal kezelhető, hogy jó, akkor hagyjuk abba a gyógyszerszedést, és majd akkor helyre jön. Addigra már a férfi életveszélyes állapotba került, és hát ugye összeomlott szinte az egész élete, bekerült a kórházba, és a mentális képességei is annyira leromlottak, hogy nem ismertem, a feleségén kívül nem ismert meg senki mást, akit előzőleg ismert. Ugye ő egy aktív ember volt, jött-ment állandóan, annak onnantól kezdve vége lett, mozogni is alig tudott, úgy kellett megtanulnia újra járni. Tehát egy nagyon-nagyon komoly, gyakorlatilag romba dőlt az élete ettől a pszichiátriai kezeléstől, illetve hát attól, hogy ugye nem ellenőrizték ennek a szernek a szintjét a vérében. És ebből indult el aztán az a büntető ügy a pszichiáter ellen, ami éppen nem olyan régen zárult, és tulajdonképpen... Ki indította ezt a büntető ügyet? Mert egy testileg, lelkileg leromlott ember nyilván nem hív ügyvédet, hogy most akkor adjunk be egy keresetet. Hát azért ez a férfi, ahogy mondtam, egy jól menő ember volt, tehát neki azért megvannak a kapcsolatai, meg, vagy egy szép családja van egyébként, felesége, gyermekei. Tehát azért nem egyedülálló, egyszál magában küzdött ebben az egész ügyben. És hát volt a család, van a családnak egy ügyvédje, azzal le tudták indítani ezeket az ügyeket. Mellesleg ugye az első lépésekben mi is segítettünk nekik, hogy hogyan, merre induljanak az ügyben. És milyen jogcímen indult ez a kereset? Gyakorlatilag foglalkozás körében elkövetett károkozás, most nem is tudom egész pontosan, hogy hogyan volt. Pontatlan károkozás. Pontatlan. Igen. És mennyi ideig tartott a per, vagy milyen bizonyítékokat kellett, lehetett felsorakoztatni? A bizonyítékok viszonylag nyilvánvalóak voltak, nem volt különösebben kérdéses, hogy mi történt. Itt a kérdés igazából az volt, hogy a hatóság megállapítja-e a közvetlen összefüggést a történések között és a pszichiáternek a felelőssége között. És ugye egy bírónak vagy egy hatóságnak mindig van mérlegelési jogköre. Néha nagyon sok ügyel foglalkoztunk már, nagyon sok ügyet követtünk a bíróságon is, és hát néha furcsa dolgok tudnak történni. Az ember biztosra veszi azt, hogy hát egyértelműek a bizonyítékok, minden kerek, minden összeáll, és hát mégis a bíró az mondjuk mérlegel, és lehet, hogy ő nem úgy látja, és hát ezzel meg nem sokat tud tenni az ember, mert ugye az övé a döntés. Ebben az esetben is nyilván a hatóságnak döntési jogköre volt, de speciális. Sok került szakértő kirendelésére esetleg? Milyenek azt szokott, hogy szakértő, ellenszakértő? Természetesen ilyenek voltak. Ez az ügy éveken keresztül húzódott, évek óta húzódott már, ami most ugye gyakorlatilag sikerrel zárult. Tehát ott aztán volt minden, amit el lehet képzelni. Többek között szakértői vélemények is természetesen igen. De hát ott is kétesélyes a dolog. A mi saját tapasztalatunk az, hogyha pszichiátriai ügyről van szó, és egy másik pszichiátert kérnek fel, hogy ugye adjon ki szakértői véleményt egy ügyel kapcsolatban, hát nagyon ritkán válja ki egyik holló a másiknak a szemét, ez saját tapasztalatunk. Na most, amíg zajlott a per, illetve mire eljutottak eddig a pontig, hogy pert indítsanak, onnantól kezelte valaki a felperest? Történt valami a egészségének javítása érdekében? Gondolom, biztos így van. A család azon igyekezett már, hogy próbálják valahogyan helyreállítani az ő állapotát, igen. Természetesen kapott rendes orvosi kezelést, amire szüksége volt, gyógytornára járt és jár, illetve próbálkoztak mindennel, hogy pontosan ők ezt hogyan csinálták, hogy újra meg kellett tanulni egy csomó olyan természetes készséget, amit elvesztette miatt, ezt nem tudom, mert ebben nem folytunk mi bele, ez a családnak az ügye volt, de hát megkeresték ez a megfelelő embereket, és hát megkapta a férfi azt a törődést, amit lehetett egy ilyen állapotban, miután egy visszafordíthatatlan károsodás érte a testét ennek a pszichiátriai szernek a mérgezésétől. Nos, mennyire lát ön bele ezekbe a dolgokba? Tehát mennyire hasonlítható mondjuk a körzeti vagy házi orvosi ellátáshoz a pszichiáter? Hogyha én nem bízom egy pszichiáterben,
mondjuk elkezdek gyanakodni, akkor mehetek másikhoz, vagy pedig ez azt jelenti, hogy rohanok fűhöz, fához, persze elutasítja a kezelést, ne is foglalkozzatok vele, emberek. Tehát milyen híre lesz annak a szakmában, aki gyanakvó természetű, mondjuk, vagy legyünk egy gyanakvóak, ez a kérdés. Igen, hát hogyha valakinek belgyógyászati problémája van és gyanakvó, abban ugye nincs semmi furcsa, de hogyha pszichiátriára kerül és gyanakvó, az akkor eleve nyilván adott, hogy ezt gyanakvó. Ez egy alapállás. elkönyvelik neki, mint mentális zavart, ami hát sok esetben Betudják, hogy teszik. ez attól van. Hát. De meg kell különböztetni ezt a kettőt nyilván, mert a jövője Nyilván. szempontjából egyáltalán mindegy a páciensnek, hogy jogos ez a gyanakvás, mint mondjuk lett volna ebben az esetben, vagy pedig a betegségéből fakadó személyiségzavar. Nyilván, nyilván igen. A pszichiátrián ugye itt is vannak illetékességi területek, hogyha az ember ambulánsa jár valahova, vagy akár a kórházba kell mennie, ugye lakóhelyileg tartozik valahova, de hát hogyha valamiért nem jó neki, vagy nem azt kapja, amit szeretne, akkor úgy gondolom, hogy változtathat, tehát választhat másik helyet, ahova járni akar. Ez úgy tudom, hogy ugyanúgy rendelkezésre áll, mint a házi orvosnál. Tehát itt is fennáll ugye a szabad orvosválasztás joga vagy lehetősége. Még egy kérdésem lenne a végére, hogy mi lett a per vége? Tehát milyen ítélet született? Nem olyan régen zárult ez az ügy, és az lett a vége, hogy a pszichiátert, aki felelős volt ezért a maradandó károsodásért, elítélték. Igaz, megúszta legalábbis egyelőre 300 ezer forint kártérítéssel, vagy tehát amit neki ki kell fizetnie, plusz egyéb díjak. Ilyenkor a kamarai tagságát nem érinti ez a történet? Tehát mondjuk etikai vizsgát nem indul ellene? Az egy külön vonal, hogyha az ember az orvosi kamaránál akar egy kivizsgálást indítatni, önmagában automatikusan egy büntetőbírósági per kapcsán nem szokott ez szóba kerülni, ez külön dolog. Illetve hát a bíróság rendelkezhet azzal kapcsolatban, hogy eltiltsák bizonyos időre, és úgy emlékszem, hogy ebben az esetben is egy bizonyos időre felfüggesztették őt a tevékenységéből. Mindazonáltal megúszta egy viszonylag csekélynek mondható kártérítési összeggel, ahhoz képest legalábbis, hogy egy embernek az élete tönkrementettől, szerintem a 300 ezer forint az nem egy különösebben nagy kompenzációs díj, úgyhogy reméljük, hogy még azért a családnak sikerül ezt tovább vinnie, és esetleg még ennél többet is kiharcolnia. Van ilyen, hogy a ügyvéd vagy ügyész, pontosabban, ha a vádat képvisel, hogy súlyosbításért fellebbez, valami ilyesmivel állunk szembe ebben az esetben is? Igen, most nem is vagyok benne teljesen biztos, hogy első vagy másodfokú volt ez az ítélet, de szerintem ez nem volt még teljesen jogerős, úgyhogy még valószínűleg megy tovább az ügy, és nyilván ilyenkor az ember igyekszik még egy kicsit többet kihozni belőle, egy komolyabb súlyosbító büntetést. Köszönöm szépen ezt az eset beszámolót. Szeretném nyilvánosan az ígéretét venni most, hogy megígérte korábban, hogy összehoz egy pszichiáterrel. Hogy nehogy azt higgyék a nézőink, hogy időről időre jelentkezünk, és akkor kígyót békát kiabálunk erre a szakmára. Hadd fejtse már ki ő is a véleményt, hogy milyen buktatók vannak, milyen lehetőségeik vannak, esetleg mi köti meg a kezüket, és milyen emberi tényezők befolyásolhatják egy-egy eset végigvitelét. Ha ezt megígéri, akkor most akkor be is fejezzük az interjút. Nagyon szívesen, örömmel nézek elébe egy jó kis beszélgetésnek. Köszönöm szépen akkor, és a legközelebbi viszontlátásra. Köszönöm szépen.